A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkás mozgalmi eredetű, harcos a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt, áll a Wikipedia szócikkében. Az első ehhez a naphoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án emberi munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipali nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1909-ben az Egyesült Államokban ünnepelték meg az első nemzeti nőnapot, majd két évvel később Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot. Magyarország a nőnapi felhíváshoz 1913-ban csatlakozott. A rákosi korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkás mozgalmi hangulatát, helyette a világajándékozás a legjellemzőbb, megesztussal a férfiak a tiszteletüket és a megbecsülésüket fejezik ki a nők iránt. Hétfőn a 35 perc című műsorunkban Nagy Edith arról beszélt, hogy mennyire fontos a társadalomban és a társas kapcsolatokban a tisztelet kifejezése. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban három dolgot kiemelni. A tiszteletet, a bizalmat és a szenvedélyt. Ez a három alkotó elem a férfi-nő kapcsolatnak tulajdonképpen a bázisa. Egy férfi-nő kapcsolat első pillére a tisztelet. A társas kapcsolatokról és a nők modern társadalomban betöltött szerepéről szóló beszélgetést újra nézhetik a kölcsei weboldalunkon. Keressék a 35 perc című műsort.